Népesség növekedés. Az elmúlt két évben a korábbinál 4-5%-kal több gyerek született Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Könnyebb lett a közlekedés, 1,4 milliárd forintból újították fel a Komoró és Tiszabezdét közötti 5 kilométeres útszakaszt. Behajtják a diákhitel tartozást, a megyében jelenleg 851 adós ellen folyik végrehajtási eljárás, több mint 1 milliárd 117 millió forint értékben. Az elmúlt két évben a korábbinál 4-5%-kal több gyerek született Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A népesség növekedés Nyíregyházán volt a legmagasabb. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A gyermekvállalás ideje kitolódott, emellett a 35-40 éves nők szívesen vállalnak második vagy harmadik gyermeket. A KSH legfrissebb adatai szerint az év első negyedében 3,3%-kal emelkedett a születések száma az országban az előző év hasonló időszakához képest. Bár még mindig csökken a népesség, de ezzel párhuzamosan elmondható az is, hogy emelkedik a születések száma. 2015 első negyedévében kevéssel több mint 22 ezer gyermek született, ami 3,3%-os növekedés a tavalyi hasonló időszakhoz képest, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. 2010 óta folyamatosan nő a házasságkötések és valamelyest csökken a válások száma. Az észak-alföldi régióban évek óta igaz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakban születik a legtöbb gyerek. Éves átlagban 3400-3500. Két éves periódusban már mondható, hogy pár százalékkal, nem óriási számmal, de 4-5 százalékkal emelkednek a szülések. Itt elsősorban a 30 év fölötti szülésekkel találkoznak, és ami örömteli, nagyon sok olyan kismama jön, aki a 30-35 vagy talán 40 év körül úgy gondolja, hogy még egy harmadik, vagy épp egy másik gyereket még bevállal. Ők jönnek, és az ő számok nagy mértékben emelkedett az elmúlt időszakban. Az ezredfordulót követően általános jelenség volt, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeket. Ez kitolódik 30-35 év felé, és nem csak itthon, hanem egész Európában. Inkább a 35 év utára tevődik át az, amikor a szüléseket főleg szokták vállalni. Érdekes módon egy másik periódus is van, ez ilyen 25 éves, 28 éves korban egyre többen jönnek önök, akik akkor a pályakezdők, befejezték a különböző tanulmányaikat, valamilyen állásuk van, és akkor idézőben gyorsan le akarják tudni a gyerekeket, és ők is jönnek egy bizonyos számban, de még egyszer mondom, inkább a 35 év fölöttieknek a száma emelkedik. A főorvos hangsúlyozta, hogy a megye összes kórházában született gyermekekre vonatkoznak a kedvező statisztikai adatok, sőt, Tokaj és kistérségéből is a nyíregyházi kórházba érkeznek a kismamák szülni. A szociológusok szerint pedig az, hogy egyfajta népesség robbanás figyelhető meg Győrben, Szegeden és Nyíregyházán, annak is köszönhető, hogy a fiatal házaspárok olyan nagyobb megyeszékhely városokba költöznek, ahol több a munka lehetőség. 1,4 milliárd forintból újították fel a Komoró és Tiszabezdét közötti 5 kilométeres útszakaszt. Az Áonyi térség több részből álló közúthálózat fejlesztési programjának negyedik állomásán Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta, a 2014-2020-as ciklusban 1500 milliárd forint uniós támogatás mellett a kormány 1000 milliárd forintot fordít a költségvetésből útfelújításokra. A Záhonyi közútfejlesztési program 5 ütemből áll, Fényes Litkétől Záhonyig több mint 21 kilométer hosszan végeznek útfejlesztéseket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából. Az útszakaszon átépült egy vasúti átjáró és további három vasúti átjárót teljesen felújítottak. Ezek mellett elkészült a csapadékvízelvezető rendszer és a kapcsolódó közmű kivilágítás kiépítése is. A 21 kilométeres szakaszból péntek délelőtt a Komoró és Tiszabezdét közötti 5 kilométeres felújított távot adták át. Ez konkrétan 1 milliárd 300 millió forintóval, amivel többbe került a magyar államnak. Pontosabban a magyar állam is az unió közös finanszírozásában készült beruházás 85-15%-ban oszlik meg. A jelentősége még inkább fog emelkedni, hogyha a hiányzó útkapcsolatok is megépülnek, hiszen folyamatban van a Fényes Litkelkerülő szakasz és a Lintyeszám út bekötésének a programja is. A Záhonyi fejlesztés mellett fontos a Vásárosnaménytól Záhonyig tartó M34-es gyorsforgalmi út építésének előkészítése, véli a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Baracsi Endre szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében minden útfelújítás jelentős és fontos beruházás. Ez az útszakasz is nagyban hozzájárul majd az, hogy az itt élők életminősége
azt hiszem, hogy olyan jelentősen emelkedjen, amely valóban láttatja majd azt a munkát, amelyet belefektetett mind a kormány, mind pedig a megye abban, hogy ez a térség is, úgymond, hogyha már ugye a fejlesztési koncepcióra is visszatér, vagy utalhatok egy picit, ahol ugye a Záhony térségét decentrumként kezeljük, tehát hogy ezt a decentrum jelentőségét is egy picit kiemeljük ezekkel a beruházásokat. Hát úgy gondolom, hogy ez a beruházás nagyon kellett, nagyon jó, hogy megvalósult, és örülünk annak, hogy ebbe az évben még lesznek beruházások, amiért jöhetünk ebbe a térségbe. A Záhonyi térségben a tervek szerint decemberben ér véget az 5 szakaszból álló komplex közúthálózat fejlesztési sorozat. A beruházás célja, hogy ez a központ újra a térség motorja legyen. Előnyös beruházás ez a számunkra, mert a Záhony gazdasági területeit, a ipari területeit ezzel nyitják meg a forgalomnak, elkerülve a lakott településeket. Ipari területünk ezek az út mellett találhatóak, és az elérhetőségük, megközelítésük ezt nagyban fogja befolyásolni, vagy pozitívan fogja befolyásolni. Magyarország pozíciója és gazdasági teljesítő képessége folyamatosan fejlődik, a beruházás pedig lehetővé teszi az itt élők itthon tartását és könnyebb munkavállalását, emelte ki Tasó László államtitkár. Tavaly közel 17 milliárd forint diákhitelt folyósítottak a felsőoktatásban tanulók részére. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében kiemelkedő számban igényelték a hitelt a hallgatók. A visszafizetés azonban sokaknak problémát jelent. A diákhitel központ pedig egy év nem fizetés után automatikusan felmondja a szerződéseket, és a NAV-hoz kerül az ügy. A megyében jelenleg 851 adós ellen folyik végrehajtási eljárás, több mint 1 milliárd 117 millió forint értékben. Tavaly országos szinten 11.500-an igényeltek diákhitelt. Központi adatok alapján az átlagtól többen vették igénybe a diákhitel 1 és diákhitel 2 szolgáltatásokat Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Ezek hosszú futamidejű hitelek, ezért népszerűek a diákok körében, azonban sokan nincsenek tisztában a törlesztés feltételeivel. Abban az esetben, hogyha a hallgató nem tud elhelyezkedni, nem tud dolgozni, akkor is el kell kezdenie a jogviszony megszűnését követő 4. hónapban, és azért, hogy ne legyen ez olyan riasztó azoknak a számára, akik esetleg még nem találtak maguknak munkát. Gyakorlatilag abszolút az álláskereső friss diplomások élethelyzetéhez igazodik a törlesztési szisztéma. Ez azt jelenti, hogy az első 2 évben a minimálbérnek egy meghatározott százalékát, a diákhitel 1 esetében 6, a diákhitel 2 esetében pedig 4-11 százalék közötti összeget kell fizetniük a fiataloknak, majd a 3. évtől kezdődik meg az úgynevezett jövedelemarányos törlesztés. A jövedelemarányos fizetésnél a NAV küldi ki az ügyfél előző 2 éves fizetési adatait, és a bruttó átlagbér alapján számítja ki a havi törlesztési összeget. A diákhitel rendszerében több segítő elem is van, akik már a visszafizetés 3. évében járnak, indoklás nélkül 36 hónapra kérhetik a törlesztő részletek mérséklését. Ettől az évtől a nem fizető ügyfelek kell egy év után felbontja a szerződést a diákhitel központ, ezután a NAV foglalkozik a behajtással. Megyénkben jelenleg 851 adós ellen folyik végrehajtási eljárás, több mint 1 milliárd 117 millió forint értékben. Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási eljárás előtt nem kötelező kiértesíteni az adózót, ezt a diákhitel ZRT központnak kell megtenni, amennyiben tartozása van a diákoknak. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási eljárásunk akár egy inkasszóval is indulhat. Az ingatlanfoglalásokon kívül, az inkasszón kívül egyébként a végrehajtási eljárásunk teljes palettáját be tudjuk vetni az adótartozás behajtására. Hogyha valakinek külföldön van vagyontárgya, akkor azt is lefoglalhatja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Illetve hogyha valakinek nincsen tulajdona, tudni kell, hogy ez az eljárás nem évül el 5 éven belül, ez azt jelenti, hogyha későbbiekben, akár 5 év után szerez olyan tulajdont, amelyet le tudunk foglalni, akkor ezt megtesszük. A külföldön élő és dolgozó ügyfelek tartozása több problémát okoz, azonban az ő ingóságaikat is lefoglalhatja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Gyűjtés indult a Kárpátalján élő gyerekek étkeztetésére, hangzott el ma a Fidelitas nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A szervezet szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a térségben hosszú ideje válságban élnek az emberek, ahol a fizetőeszköz gyengül, a rezsidíjak egyre magasabbak, emiatt egyre nehezebb a családok megélhetése.
A Fidelitas országos akciójához csatlakoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A pénzbeli felajánlásokat a Fidelitas honlapján megtalálható számlaszámra lehet eljuttatni bankkártyás utalással. Az akció október végén zárul majd egy jótékonysági koncerttel. A pénzt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével a Verecke Alapítványnak juttatják el, hangzott el a tájékoztatón. Elsősorban étkeztetésre fogjuk ezt a pénzt fordítani, mert látjuk, hogy óriási problémák vannak ebből Kárpátalján, és szeretnénk is ezzel segíteni, hogy azok az emberek, akik ott nehéz helyzetbe kerülnek, azok étkeztetésével ne legyenek még nagyobb problémák, különösen, hogy közeledik a téli időszak, és ez csak fokozni fogja ezt a problémát. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos szombat éjféltől szerda éjfélig, tájékoztatott az MTI. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha várhatóan legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius fokot. A jelenlegi előrejelzések szerint szerda este várható egy hideg front, amely mérsékli majd a hőséget. Hétfőn, kedden és szerdán a legmagasabb hőmérsékletek elérhetik a 36-37-38 Celsius fokot is. Az érkező hőhullám miatt felfüggesztik a kamionstopot a hétvégére. A kamionstop főszabály szerint szombaton 15 órától vasárnap 22 óráig lenne érvényben a hétvégén, ám a tartós kánikulára való tekintettel a tehergépkocsik egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági okokból július 4-én és 5-én korlátozás nélkül közlekedhetnek a magyarországi utakon. Az érvénybe lépő hőségriasztás ideje alatt a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon, köztük Nyíregyházán is, a MÁV Start ingyen ásványvizet biztosít utasai számára. 17. század végi füstölő pincét tártak fel régészek Kállósemjénben a Kállai Kúria felújítása közben. A részleteket hamarosan megtudhatják, előtte nézzük a híradó további témáit. A harmadik helyen végzett a lány kézilabda régió válogatottak országos döntőjében a Kulcsár Anita régió válogatott. A Kölcsei DSE edzője Hadobás István által irányított együttesben két nyíregyházi játékos, Krabina Inez és Rabatin Hanna is pályára lépett. A nyári szünetben több új játékos is érkezett az NB2-es bajnokságra készülő kisvárdai futballcsapathoz. A középpályás Lázár Zsolt a legutóbbi szezonban még az élvonalban szerepelt a Dunaújváros színeiben. A szintén a pálya közepén bevethető Cseri Tamás pedig 4 év után távozott a másodosztályú Gyirmódtól a várdaiak kedvéért. A 17. század végi füstölő pincét tártak fel régészek Kállósemjénben a Kállai Kúria felújítása közben. A feltárást követően a leletek megőrzésével folytatják az 1,2 milliárd forintos turisztikai beruházást. Az épületet az 1920-as évek szerinti állapotnak megfelelően műemlékvédelmi elvek szerint állítják helyre. A földszinten turisztikai információs iroda, jegypénztár, büfé és ajándékbolt működik majd, amelyek mellett kialakítanak egy korabeli stílusú kávézót és egy báltermet is. A felújítás során különösen figyelünk arra, hogy a régészeti feltárások a lehető legnagyobb gondossággal történjenek meg. A felújítás folyamán találtunk egy régi pincét. A régi pince vonatkozásában azt már megállapították a régészek, hogy az épületet, a jelenlegi épületet megelőző épületpincéről van szó. Ez valószínűsíthetően a 18. század elejé, 17. század végi épületet találtunk meg. Ennek az épületnek a pincéjét füstölésre használták. A szakemberek véleménye szerint ennek a feltárása most is zajlik. Ennek a feltárását követően a tervezőt kértük arra, hogy óvja meg ezt a leletet, és ez mindenképpen egy plusz látványossága lesz a kúria beruházásnak. Idén a 100%-os támogatottságú KEO pályázaton 3,5 milliárd forintnyi keretösszeg áll a költségvetési és állami szervek rendelkezésére, hogy napelemrendszereket telepítsenek az épületekre. A tavalyi évben a felhasznált energián túl még 100 000 forintnyi áramot termelt az a napelemrendszer, amit egy EU-s pályázat keretében szereltek fel két intézményre Tiszadadán. Hamarosan ilyen és ehhez hasonló napelemekkel láthatják el épületeiket a költségvetési és állami szervek.
Míg a korábbi években 85%-ban támogatták a pályázókat, addig az idei évtől 100%-ban finanszírozhatja az Európai Unió a megújuló energiarendszerek telepítését. A tapasztalataink azok nagyon pozitívak, hisz az eltelt 2 év alatt kitermelték azt az energiamennyiséget, amit elfogyasztottunk, sőt most az utolsó augusztusi elszámolásnál, az éves végső elszámolásnál a polgármesteri hivatalba összességében 40 ezer forint megtakarításunk volt, tehát annyival termelt éves szinten többet a napelem, mint amennyit elfogyasztottunk, az óvodánál pedig 60 ezer forintot fizetett az EON nekünk vissza, képletesen természetesen, mert ezt mindig beépíti a következő energiaszámlánkba. Tiszadadán 2 épületben van napelem, és további 3 intézménynél már folyamatban van az elnyert pályázatok kivitelezése. A polgármester idén 2 újabb épület napelemmel való felszereléséhez szeretne támogatást kapni. Szeretnénk, még van az önkormányzat Start mintaprogram keretén belül az országban talán egyedülállóan. Nekünk van egy tésztaüzemünk, ami nagy üzembe tud előállítani száraz tésztát, valamint egy 5000 férőhelyes tyúkfarmunk. Ennek a 2 intézménynek a tetejére szeretnénk még napelemeket pályázni, és ezt majd most a most megnyíló KEHOB pályázatokba, KEHOB-ba szeretnénk beadni. Az idei évben 3,5 milliárd forintnyi keretösszeg áll a költségvetési és állami szervek rendelkezésére, hogy napelemrendszereket telepítsenek az épületekre. A 3. helyen végzett a lány kézilabda régióválogatottak országos döntőjében a Kulcsár Anita régióválogatott. A Kölcsei Déese edzője Hadobás István által irányított együttesben 2 nyíregyházi játékos, Hrabina Inez és Rabatin Hanna is pályára lépett. A Magyar Kézilabda Utánpótlás Fejlesztő Program keretében rendre megmérkőznek egymással az egyes régiók legjobbjaiból összeállított csapatok. A 2000 születésű lányok decemberben már részt vettek egy tornán, majd a budapesti nyári rendezvényen ismét összemérték tudásukat a legtehetségesebb fiatalok. A Hadobás István által irányított Kulcsár Anita régió válogatott 3 mérkőzésből 2-t megnyert, így összességében 5 győzelemmel és 2 vereséggel a 3. helyen végzett a 8-as mezőnyben a korábbi kézilabdás legenda nevét viselő gárda. Magyarország legjobb utánpótlás játékosai vesznek részt, a 2000 születésű lányokról van szó. Az én válogatottamban 3 megyéből, Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből érkeztek gyerekek, és nagy örömre a Szabolcs megyei 2 gyerek, a 2 kölcse is utánpótláskorú gyerek, Rabatin Hanna és Rabina Inez nagyszerűen szerepeltek, mindketten csapatunk erősségei voltak. Inez főleg nagyon-nagyon sok gólt is lőtt, úgyhogy nagyon büszke voltam rá. Nyilván titkon szurkoltam külön is nekik, de összességében nagyon elégedett voltam a játékukkal, és hát hozzáteszem, Magyarország utánpótlásának színe, java, krémje szerepel itt a győri utánpótlás gárdával, például most játszottunk és megvertük őket, a budapestiek, a nekások, a Nemzeti Kézilabda Akadémia, tehát itt a legjobb 2000 születési magyar utánpótlás játékosok szerepeltek, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy kimondottan nagyon-nagyon szuper eredmény volt. A szakember szerint a torna a legjobbaknak belépőt jelent az országos válogatott keretébe. Elsősorban a magyar válogatottba keresnek mindig tehetségeket, tehát a 2000 születésű lányok közül most, és hozzáteszem, a fiúknak is most rendezték ezt a versenyt, tehát őket majd a legjobbakat láthatjuk az országos válogatottba is, nem tudom a legközelebbi nemzetközi esemény, Európa-bajnokság mikor lesz ezeknek a lányoknak, de kíváncsian várom, hogy az én csapatomból is ebből a régióból kikerül be, és hát a NB1-es utánpótlás gárdákban pedig biztos vagyok benne, hogy akárcsak Debrecent említem, de a többi csapatokban is előbb-utóbb megjelennek majd ezek a lányok, úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy ezeket a tehetségeket vezethettem, nagyon-nagyon szépen dolgoztak, és tényleg igazi csapatként sikerült összehozni ezt a társaságot. A költségdíjéséről szólva Hadobás István elmondta, a csapat augusztus elején kezdi el a felkészülést, és idén is megrendezik a Költségkupa strandkézilabda tornát. A nyári szünetben több új játékos is érkezett az NB2-es bajnokságra készülő kisvárdai futballcsapathoz. A középpályás Lázár Zsolt a legutóbbi szezonban még az élvonalban szerepelt a Dunaújváros színeiben. A szintén a pálya közepén bevethető Cseri Tamás pedig 4 év után távozott a másodosztályú Gyirmódtól a várdaiak kedvéért.
Amikor eldőlt, hogy a kisvárdai futballcsapat osztályt vált, a vezetők úgy határoztak, az előző feljutás utáni nyárral ellentétben több minőségi játékos szerződtetnek azzal a céllal, hogy a csapat ne csak átszálló jegyet váltson az NB2-be. A légiósok távozása és az utánpótlás korú játékosok foglalkoztatását kötelezővé tévő MLS határozat némileg behatárolta az igazolási lehetőségeket, de így is több rutinos játékos érkezett a csapathoz. A több élvonalbeli együttesben is megforduló 30 éves Lázár Zsolt a legutóbbi szezonban az NB1-es Dunaújvárosban szerepelt. Nagyon szimpatikus megkeresést kaptam a kisvárdai vezetők, illetve a vezetőedző személyétől. És hát az én sorsom úgy alakult Dunaújvárosban, hogy elérkezett egy váltás ideje. És mondom, mindaz, amit ajánlottak az itteni vezetők, illetve azok a tervek, amik a jövőre vonatkoznak, az nagyon szimpatikus volt, és ezért döntöttem mellett. A 27 éves Cseri Tamás a magyar futballban viszonylag hosszúnak számító idő után hagyta ott az elmúlt években rendre az élvonalba jutásért harcoló gyírmótot. Úgy gondoltam, hogy váltanom kell. Hát 4 éve ott voltam gyírmóton, nem úgy sikerültek a dolgok feljutás szempontjából. A családom döntése is ez volt, hogy váltsunk egyet, nézzük meg, hogy ezen a részen, keleti részen milyen lesz. Nagyon bízok benne, hogy jól fogunk szerepelni. Már dolgoztam a mesterrel együtt, ismerem, tudom, hogy mit vár. Ő is nagyban közrejátszott a döntésem szempontjából. A két új játékos szombaton a Cigán, illetve a Mezőköveggyel mutatkozik be új csapatában, a kisvárdai szurkolók pedig július 11-én a Nyírbátor elleni hazai edzőmeccsen láthatják először a Várkerti pályán az új szerzeményeket. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Az elmúlt 2 évben a korábbinál 4-5% több gyerek született Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a népesség növekedés Nyíregyházán volt a legmagasabb. A gyermekvállalás ideje kitolódott, emellett a 35-40 éves nők szívesen vállalnak második vagy harmadik gyermeket. A KSH legfrissebb adatai szerint az év első negyedében 3,3%-kal emelkedett a születések száma az országban az előző év hasonló időszakához képest. 1,4 milliárd forintból újították fel a Komoró és Tiszabezdét közötti 5 kilométeres útszakaszt. A Záhonyi térség több részből álló közúthálózat fejlesztési programjának 4. állomásán Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta, a 2014-2020-as ciklusban 1500 milliárd forint uniós támogatás mellett a kormány 1000 milliárd forintot fordít a költségvetésből útfelújításokra. Tavaly közel 17 milliárd forint diákhitelt folyósítottak a felsőoktatásban tanulók részére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedő számban igényelték a hitelt a hallgatók. A visszafizetés azonban sokaknak problémát jelent. A diákhitel központ pedig 1 év nem fizetés után automatikusan felmondja a szerződéseket, és a NAV-hoz kerül az ügy. A megyében jelenleg 851 adós ellen folyik végrehajtási eljárás több mint 1 milliárd 117 millió forint értékben. A Kölcsei Televízió pénteki hírműsorát látták. Szombaton és vasárnap heti hírösszefoglalóval, a Krónikával várom majd Önöket. A legfrissebbekkel pedig hétfőn este jelentkezünk. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, front nem éri el térségünket. Szombat estig a Kárpát-medence fölött magas nyomás lesz, marad a túlnyomóan napos, száraz és meleg idő. Éjjel derült idő várható, csapadék nem lesz. A keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős, napos, száraz időre lehet számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban egyre melegebb, többnyire száraz levegő áramlik fölénk, a napsütést kevés felhő zavarja, csapadék nem várható. Enyhébbek lesznek az éjszakák, és szerdáig egyre magasabb maximum hőmérsékleteket mérhetnek. A csúcsérték több helyütt meghaladja a 35 fokot. Szerda délután északnyugat felől egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely körülbelül 8-9 fokos felfrissülést hoz, és záporokat, zivatarokat is okoz.